Sziasztok, Tar Otto vagyok, és most megismerkedünk a díszhalakkal általánosságban. A halak. Hát elég nagy csoport, még ha csak a díszhalakat is vesszük külön. Most mégis kicsit róluk fogunk beszélgetni. Sok fajtájuk van. A legismertebb talán az aranyhal, de kedvencek közé soroljuk még a szivárványguppit, a koripontyot és a neonhalat. És persze még sok-sok, akár több száz példányt is. Ezeknek az állatoknak pikhelyek borítják testüket. Uszonyuk van, és kopoltyúkban lélegeznek. Minden fajta díszhalnak más az életkora, testmérete és súlya, az utódainak száma egyaránt. Ezek a halak abban különböznek azoktól a társaiktól, akik nem akváriumban való tartásra valók, hogy sokkal színesebbek, ritkábbak és különlegesebbek, mint ők. Őket nem megesszük, hanem utáljuk és tartjuk. Ikrával szaporodnak és víz nélkül nem élnek. Ha halakat tartunk, az etetésen kívül nincs túl sok dolgunk velük. Néha ki kell mondjuk takarítani az akváriumot és vizet cserélni, mert persze vigyázni, nehogy a macska megegye őket, vagy kihalásza. Hát a díszhalakról most ennyit tudok mondani, nem többet. Mi azért még lehet, hogy lesz majd egy kis videó mondjuk külön az aranyhalról, vagy valamilyen díszhalról. Remélem tetszett a videó, ha igen, nyomjatok lájkjelet, iratkozzatok fel, vagy véleményeteket írjátok meg kommentben.